ami segítségül az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Hallgassuk meg testvérek Istennek szent igéjét, amely szól hozzák ezen a mai alkalmon a 131. Zsoltár versenyből. A 131. Zsoltárból így szólt hozzánk Isten igéje. Uram, nem túlalkodik fel a szívem, nem kemény a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek, olyan most a lelke. Bízzál Izrael az Úrban most és mindörökké. Az Isten tegye áldottá az ő igények útját mindjárt életében. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te igét ma is vezetni akar bennünket. Hálásan vagyunk neked az alkalomért, a lehetőségért, a megerősítésért, hogy az úton, amelyen járunk, az úton, amelyen karácsony fele közelítünk, azon te vagy mellettünk, de vezetsz bennünket, és általad lehet megfelelő ez az út. Köszönjük Istenünk, hogy így álltál mellettünk az elmúlt héten, tapasztalhatunk meg átölelő, szerető kegyelmedet. Így állhattunk meg a mindennapos feladatainkban, állhattunk helyt a mi küldetésünkben. Így tehetünk mindazt, ami megfelelő azokban a szerepekben, amelyekben keresztény emberek lehetünk. Amelyekben keresztény emberként kell helyet állnunk. Úr Istenünk, te látod, hogy mégis ennek ellenére mennyire ránt magába az ünnep előtti rohanás, mennyire nincs időnk megállni, mennyire nincs lehetőségünk rád figyelni, mennyire feledkezünk meg rólad van a felpörgött időszakban, amiben élünk, és mennyiben nem tudunk lecsendesülni, vagy a Zsoltáros ezt megteszi. Mondjuk ez mind a mi hibánk, hiszen arra van időnk, amire szánunk, arra van időnk, ami a legfontosabb nekünk, arra van időnk, amire időt fordítunk. Ezért kérjük, hogy most tisztíts meg a mi lelkünket, te nyitottál mi szívünket, hogy a te igéd elérhessen egészen a szívünk közepén. Visszük azt dolog, hogy amit a üzenetként elkészítettél, az meg tud szólítani minket, ha a lelked munkálkodik. Ezért kérjük, légy közöttük a te szent lelked állása. Amen. A 182. dicséret 5. versét énekeljük. 182. számú ének 5. versét, ami a korábbi énekeskönyv 304. dicséretének 5. verse. Az ének itt kezdődik, az Illésnek lelkére ruház fel. Szólott hozzám, és amely hiszem, hogy a rajtam keresztül minnyájatokhoz szólni kíván,
Írva található az imént olvasunk eszakaszban a 131. Zsoltárban, annak az utolsó előtti versében, annak az utolsó felében, mint a gyermek, olyan most a lelkem. Ádám, négy vasárnapjára egy zarándok útra hívtuk a gyülekezet tagjait. Négy vasárnap egy zarándok, mert ez a zarándok zsoltárt olvastunk, és keresünk annak magyarázatát. Zarándok énekekről beszélgettünk Advent idején, hiszen ez az adventi rákészülés egy ilyen út lehet, amíg megérkezünk karácsonyhoz. Ez a zarándok úton járás és annak a tudatos megélése, felfogása, átélése segítünk abban, hogy amikor célba érünk, amikor elérkezünk karácsonyig, így is úgyis elérkezünk, hiszen az időn nem tudunk változtatni, de amikor elérkezünk, akkor meg is érkezzünk. Ne csak ott legyünk, ne csak azt éljük át, hogy itt van az ünnep, és már nem tudunk vele mit kezdeni, hanem erősödjünk a mi lelkünkben azáltal, hogy fel is készültünk az ünnepre. Úgy kezdtük a sorozatot, hogy ez az zarándok út, maga az út, segítség lehet a célba érésig. Ezért lehet értékelni minden pillanatát, megélni a nehézségeit, átélni az örömeit és a boldog pillanatait. Aztán beszéltünk a második vasárnap Isten magasztalásáról, hiszen a nem titkolt célja a karácsonyi ünnepnek az Isten cselekménye volt a rácsodálkozás. Arra Isten mit tett, értünk Krisztusban, mint jelent az, hogy az Isten emberré lett. A harmadik alkalommal a mélységből való kiáltás volt a zsoltár címe, az, hogy hogyan próbálok meg az ember kikapaszkodni abból a mélységből, amiben az élete kerül. És a negyedik alkalommal a mostani vasárnap az a zsoltár, amit felolvastunk, a Biblia szerkesztője által azt a címet kaptam, hogy az alázatos ember éneke. Célunk tehát megérkezni a karácsonyhoz, lelki értelemben vágyakozni az ünnepre, hogy ne az legyen, hogy nem kívánjuk a hátunk közepére sem karácsonyt, hogy miért is van, mi benne a fontos és mit kellene meglátni. Én nem tudom, hogy hol vagytok ezen az úton. Én nem tudom, hogy meddig értetek el. Nem tudom, hogy elindultatok-e egyáltalán. Vagy csak minden lesz úgy, ahogy lesz, aztán ennyi. Milyen állomások voltak az elmúlt 4 hétben, de ahogyan én magam visszagondolok, bizony volt benne sok örömteli pillanat, amikor át tudtam élni az ünnepnek a csodáját, a készülődésnek, a várakozásnak, a különlegességét, és voltak benne olyan pillanatok, amikor egyáltalán nem éreztem, hogy karácsonyfele megyünk. Akkor egyáltalán nem tudtam azt gondolni, hogy nem sokára azt ünnepelhetjük, hogy megajándékozottak lehetünk. Nem tudom, hogy kinek hogyan vált meghatározóvá az elmúlt 3 vasárnap üzenete, és hogyan tudja továbbvinni ezt a 4. alkalmat. De szeretném azt kérni, hogy figyeljük ilyen szempontból is a mostani igehirdetésre egyfajta önvizsgálatot tudunk tartani, hogy mit tettünk, mit éltünk át az elmúlt 3 eltelt hétben. Az igehirdetésemnek 3 pontjának azt a címet adtam az egésznek, hogy hogyan készüljük karácsonyra. És az első pontja az lenne, hogy elengedéssel és elégedettséggel. A második, hogy a megnyugodott gyermek lelkével. És a harmadik pedig, hogy Istenbe vetett bizalommal készüljünk az ünnepre. Ez az ének az alázatos ember éneke, és ez az alázatosság ez nem más, mint annak a felismerése, hogy én függök valakitől, hogy az Istentől az ember függésben van, és hogy alapvetően ilyen jelentéktelen vagyok én, mint egyszerű ember. Azaz felismerem a személyem korszerű voltát, annak kicsinységét. Az az egy alázatos ember, aki rendelkezik önismerettel, és tudja, hogy Istenhez képest ő kicsoda.
Tudja, hogy Istenhez viszonyítva milyen az élete, és mit tud megvalósítani mindabból, amit Isten elvárt tőle. Az az alázatos ember, aki tudja magát elhelyezni ebben a rendszerben, Isten és én viszonylatában. Aki észreveszi, hogy a teremtett mindenséghez képest tényleg milyen kicsi, aki észreveszi mégis azt, hogy az Isten felemeli ebből a kicsinségéből. Micsoda a halandó, hogy törődsz velem, és az emberfia, hogy gondod van rá, mondja a Zsoltárs, a 8. Zsoltárban, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronázta meg, hogy miközben felismerem ezt a kicsi voltamat, és felismerem azt, hogy Istentől függ az életem, azt is meglátom, hogy Isten az ő szeretetéből fel tud emelni engem, hogy éppen hogy csak egy kicsi vagyok kisebb nála. Alázatos ember csak az lehet, aki megváltott emberként meglátja ezt a viszonyát Istennel, ki meglátja azt, hogy éppen Jézus Krisztusban, az ő megváltásában fogad vissza Isten az ő gyermek élményeinket. Ahogyan elkezdődik a Zsoltár, ez olyan, mint amikor a gyermek próbál magyarázkodni, a szülei előtt, csak most nem azt magyarázza meg, hogy mit követett el az elmúlt időszakban, hanem azt, hogy mit nem csinált. Ugyanis azt mondta, hogy te vagy. Uram, nem fogalkodik fel a szívem, nem kevés a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen. Egyfajta negatív bűnvallás. Egy önvizsgálat, ami az úton, a Zsoltáros számára az úton, ahogy megy Jeruzsálem felé, folyamatosan ott van a lelkében, és el tudja mondani, hogy ami közben az úton voltam, hogyan változtam, és most, hogy ide értem, már nincs felfogalkozottság bennem. Most, hogy ide értem, itt vagyok a kapuban, itt van az ünnep, már nem kevés a tekintetem, már nem nézek el senkit. Átéltem sok mindent az elmúlt napokban, amik úton voltam. Nem fogalkodik fel a szívem, ez szó szerint azt szerepelik a Bibliában, hogy nem magas a szívem, nincs benne gőgösség, nincs benne vakmerőség, nincs benne önteltség, nem tudom, hogy ki vagyok. Eljutottam odáig, hogy felismerjem az én kicsi voltomat és gyengeségemet. Nem kevés a tekintetem, ami szó szerint megint csak azt szerepel benne, hogy a szemeim nem magasak, azaz nem vagyok lenéző, nem vagyok kemény, nem vagyok nagyképű, nem vagyok kivagyi, nem vagyok alázatos, hanem tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy hol a helyem. És a végén pedig nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem, azaz nem jártam a felettebb levő nagy dolgok után, az erőmet meghaladó dolgok után, ezeket nem próbálok elérni, azt, amit elérhetetlennek tartok, azt nem próbálom minden áron elérni. Persze nem arról van szó itt, hogyha Istennek valami nagy terve volna vele, akkor azt mondta neki, hogy Uram, mivel ez elérhetetlen, én köszönöm, nem kérek előre. Hanem itt arról van szó, hogy én emberek szólva kigondolnék, hogy a saját erőmből elérnék, de látszik, hogy ez a számomra lehetetlen, azt el tudom engedni. Azt mondom, hogy az már nem is olyan fontos. Arra már nincs szükség. Alázatos szív, alázatos tekintet és elfogadó élet. Ez a három dolog jelenik meg itt az első verszakban. 3 hete az átgondi rohangálásról gondolkoztunk, és azt mondtuk, hogy jó lenne megélni mindent, a nehézséget is, és az örömet is, és mindent érzékelni és mindet értékelni a helyén, de nem engedni, hogy ez lekötözzön, nem engedni, hogy az ott tartson magához rögzítve. Most pedig azt szeretnénk, hogyha ezen most már túllépve el tudnánk engedni mindazt, ami eddig esetleg megkötözött minket. Ellenezteni, amire nincs szükség, ami csak külsőség, lehet, hogy elég 2-vel kevesebb sütemény, meg 3-mal kevesebb majd az ünnepi asztalra, elengedni az időt rabol, ami
felesleges, ami csak felidegesít, és engedd, hogy ez minden érjen el. Engedd minden a felemelkedésére ragadjon magával. Megelégedve és elengedéssel készülünk az ünnepre. Második vers érdekes képet hoz elénk, a megnyugó gyermek képét. Megint csak, ha megnézzük az eredeti szöveget, akkor ez azt szerepelt, hogy csitítottam és csendesítettem lelkemet, mint az anyján levő gyermeket, mint a rajtam levő gyermek, olyan az én lelkem. Azt mondják a Biblia kutatói, hogy ebből lehet feltételezni azt, hogy ez ennek a Zsoltárnak első megfogalmazója, hogy ez egy édesanyja lehetett. Ki vitte magában a gyermeket az ajándékútra, ki vitte magában a kicsinyét, és ahogyan egy gyermek egy ilyen idegen helyzetben, álló feszültségben van, ebből a megnyugtatás az, amikor átölelünk magára öleni a gyermeket. És ez a kép számomra is sokat jelent. Sokszor éltem át édesapuként. Vagyis a siró gyermeket, a szaklatott gyermeket, a valami miatt félő gyermeket fölemeli a szülő, és magára, a vállára borítja, és a gyermek be is fészkeli magát az ember kezei közé, vele fújja a fejét az oldalába, hogy nehogy lásson semmit, éppen csak levegőt kap, mert ez adja neki a biztonságot. Ez az, amiben meg tud nyugodni. Ez az, amiben a félelemben elmegy, és nyugodtan tudja várni a következő történéseket. És hogyha feltételezzük, hogy valóban egy édesanyja az, aki megfogalmazta ezt a Zsoltárt, akkor a megszoktatott, elcsendesített gyermek nyugodtsága és csendessége, az a boldogság, hogy végre megnyugodott a gyermek, most már nem sír tovább, most már én is megnyugodhatok, ez járja a szívét, akkor arra gondol, hogy hogyan érkezik meg zarándokként Jeruzsálembe. Mint a gyermek, ez a megnyugodott gyermek, ez az elcsendesedett gyermek, olyan az én lelkem. A gyermek példája ihleti meg a költőt is, akinek a verséből a hirdetési lapon egy idézetet hoztam, ki visszasírja a régi ünnepet, a régi kanácsot, amikor ő még gyermekként élte meg az ünnepet, hogy de jó lenne úgy, mint régen. De jó volna megnyugodni. Mindent elfeled. Játszadozunk gyermekre. És azért fogott meg ez a vers, hogy jutott eszembe a készülés közben, mert mi is sokszor gondolunk így vissza az ünnepre, amikor még gyermekként csak megélni kellett, hogy átélni, és semmit nem fogtunk fel abból a feszültségből, ami megelőzi, vagy sokszor át is jár az ünnepre. És amikor arról olvasunk mindenfelé, hogy ebben a világban már mindenki ebben a feszültségről beszél, ami karácsony előtt, vagy éppen karácsonyon van, és lesz újra rajta, akkor az a kérdés merült föl bennem, hogy miért lehetne másképp? Mások fogalmazom. Miért ne lehetne másképp? Csak a lelkünkbe kéne változni úgy, ahogyan a Zsoltáros mondja, ahova a Zsoltáros elér, mint a gyermek. Olyan most a lelkem. Ez a gyermek, aki felhőtlen örömmel tud játszani néhány kockán. Ja, akkor csak az az egy dolog foglalkozni, az a kocka ne essen le fölülről. Semmi nem érheti a világból, csak ez a boldog pillanat, hogy akkora tudom, mint én. Megcsendesedni a lelkünket, elfogadni mindazt, ami van, megerősödni, és olyan gyermeki lélekkel élni meg az ünnepet. Önmagában lehet, hogy ez ilyen felelőtlen megfogalmazásnak hangzik. Hogy mondhat ilyen tiszteletesen? Hát ott vannak a gyerekek, akik főzik el, az a célunk, hogy nekik aztán tényleg jól legyen az ünnep. Mi nem számítunk már. Pedig
azt gondolom, hogy a mi ünnepünk felhőtlenül lenni, akkor lesz egyáltalán és az. Különben hazudunk, különben becsapjuk őket. És miért nem felelőtlen mindez, amit eddig mondtam, az a harmadik gondolat miatt van így. Mert azt mondja a Zsoltáros, az utolsó verse, hogy bízzál Izrael az Úrban most és mindenütt. Akkor azt mondtam, hogy három dologról beszélünk, akkor a harmadik ez volt, hogy Istennel vetett bizalommal készüljünk az ünnepre. Hogy nem csupán szövegen és mindez, amit hallottunk, hanem megélhető valóság. Hogy nem csupán csak beszéd, hanem átélhető erő. Mert így vigasztal és erősít bennünket a prófétán keresztül, ne félj, mert én veled vagyok. Így bíztat másokat az evangéliumban, ne félj, csak higgy. És az idei karácsony sikere és öröme és boldogsága is attól függ, hogy mennyire érezzük át, mennyire érezzük meg, mennyire fogjuk fel, hogy a hatalmas Isten az, aki a jelen létét ígéri nekünk. Még tovább megy, hogy a hatalmas Isten az, aki karácsonykor emberré lesz, hogy felfoghassuk az ő nagyságát, hogy megérthessük, hogy ő kicsoda valójában. A hatalmas Isten az, aki a feladatainkban is, az ünnepünkön is azt ígéri, én melletted vagyok, én átölelnek, én viszlek a tenyeremben, én a tenyeremben hordozlak, a tenyeremben metszettelek, a tenyeremben véstelek. Tehát, hogyha az merül fel bennünk, hogy nem lehetek ilyen gyermeki lelkülettel, mert felelős vagyok, akkor azt mondja az Isten neked, hogy de igen, lehetsz, mert te az én gyermekem vagy. És én vagyok felelős. És én vagyok, aki majd hordoznak, és én vagyok, aki mellette áll. Isten mellett bizalommal készülhetünk a karácsonyra. Ha Istent behívjuk a karácsonyba, hogyha nem rejtjük el valahol a sarokba a fa mögé, hogyha nem takarjuk el az ajándékokkal, vagy az ünnepi menüvel, ha behívjuk őt a karácsonyba, akkor nem lesz örömtelen, akkor nem lesz feszült, akkor nem lesz kiábrándító, hanem akkor teljes, megélhető, boldog és örömteli lesz az ünnepünk. Hogyan készüljünk hát az ünnepre? Elengedéssel, ami már nem elérhet, azt akarjuk mindenáron elérni, és megelégedéssel, átél mindazt, ami körülvesz és annak örülne. A megnyugodott gyermek lelkületében, akit átjön a szülő, akkor megnyugszik, már nem sír tovább. Így éljük át, hogy az Isten az, hogy kevelére ölel bennünket, hogy megnyugodunk. És Istenben lehet a bizalommal, hogy az ígérete szerint bennünk van most, és elkísér bennünket az ünnepig, és azután is. Az előbb énekelt ének következő versét, 182. dicséret 6. verset énekelik. Isten várára jövel, mutasd szerénységet, ez a korábbi énekesnél 304-es szám énekének 6. verset. Oh.
nincs velünk. Köszönjük, hogy te nem a felsége céljaidat akarod elérhetetlenül tenni a számunkra, hanem arra figyelmeztetsz bennünket, hogy az átgondolatlan emberi célokat legyünk félre. Köszönjük, Urunk, hogy a te küldetésedben a hatalmas dolgok, amik számunkra felfoghatatlanok és elérhetetlennek tűnnek, azért válnak megvalósíthatóvá, mert a te jelenlétedben minden elérhetővé válik, ami a te akaratodból való, ami a te országod építése szempontjából fontos, ami a mi hitünkben való növekedéshez, ami rátalálásunkhoz, ami mellette való megmaradásunkhoz elérhetetlen. Urunk Istenünk, adjad, hogy így lássuk meg a lényegét. Így vegyük észre karácsony ünnepének központi üzenetét, és adunk, hogy ezt élhessük meg. Adunk, hogy amikor megajándékozottak lehetünk szüleink vagy gyermekeink által, amikor azt érezzük, hogy a te rám bízott embereid munkáknak az életünkben és segítik azt vezetni, azt tapasztaljuk meg, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, akkor ébredjünk rá, hogy mindez azért lehetséges, mert a legnagyobb ajándék karácsonyban nekünk adatott, a te fiad magad közénk emberré lett, hogy megérthessük és felfoghassuk a te nagyságodat, és fölállóztatod helyettünk, hogy fiaiddá lehessünk, és feltámasztatunk dicsőségben, ez örök életreménysége legyen a miénk. Köszönjük Istenünk, hogy így készítesz bennünket karácsony ünnepére. Ezért kérjük, Urunk, hogy adj lelki nyugalmat, adj erőt a hátralévő feladatok elvégzéséhez, de adj a dolog, hogy vágyakozhassunk. Újra és újra előtted letérdelni, újra és újra előtted imádságban kitálni szívünket, újra és újra olvasni a te ígédet, és adunk, hogy így vágyakozni a közösségbe is alkalomra. Benned bízunk, Urunk, benned vetjük bizalmunkat, és kérjük a te áldó jelenlétedet a mindennapjainkhoz. És kérjük a te áldó jelenlétedet idei karácsony ünneplésünkhöz. Így kérjük, Urunk, hallgass meg bennünket, akkor is, amikor csendes percben elmondott imádságunkkal fordulunk hozzád. Köszönjük Istenünk, hogy szinte némi kohászát is meghallgatott. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteletessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.